Így javaslatok az, hogy erőforrás KFT-ben kötött üzemeltetési szerződés módosítására, illetve tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok 2019. évi tiszteletdíjáról és költségkérítéséről. Ha tudjuk támogatni ezt a módosítást, képviselői pont felvételt kérem jelezzük. Igen, nem tartózkodás nélkül fogadjuk el. Szavazásra teszem fel a teljes napi rendet. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem tartózkodás nélkül. Úgy szintén egy hangban támogatjuk. Hiszen a képviselőtestület felkérem Boros Sándor Jéző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni. November 30-án tartották a polgármesteri hivatal nyugdíjas munkatársainak találkozóját a Morgó csárdában. A volt dolgozókat Dobos László polgármester és Kovács Szilvia alpolgármester köszöntötte. Szintén november 30-án tartották a Varró István szakközépiskola, szakiskola és kollégium végzős diákjainak szolgálató ünnepségét a Dérényi Kulturális Központban. Az ünnepségen részt vett Pánti Ildikó képviselő. December 1-én tartotta évadzáró közgyűlését a mozgássérültek Jászlókun-Szolnok megye egyesületének harcagi csoportja. A résztvevőket Pánti Ildikó képviselő köszöntötte. Szintén december 1-én jótékonysági műsoros estet rendeztek a Kiskolcsosi Általános Iskolában. A szervezők a rendezvény bevételét az iskola kerítésének felújítására fordítják. A rendezvényen jelen voltak Nagyné László Erzsébet és Szepesi Tibor képviselők, köszöntőt mondott Dobos László polgármester. December 2-án adventi ünnepségre várták az érdeklődőket a Városháza dísztermében. Köszöntőt mondott és az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtotta Dobos László polgármester. Az ünnepi műsort Pál István szalonna és bandája, valamint kárpátaljai néptáncosok szolgáltatták. Az ünnepségen Pánti Ildikó, Szepesi Tibor, Karcagi Nagy Zoltán, dr. Kanász Nagy László és Nagyné László Erzsébet képviselők vettek részt. December 4-én a Tour de Hongrie kerékpáros körversenynek otthont adó városok évvégi, a rendezvényt értékelő eseményén Dobos László polgármester és Szepesi Tibor képviselte városunkat. December 5-én a jótékonysági Mikulás fotózása több mint 200 kisgyermek érkezett a Városháza előtti térre. A Mikulásnak átadott ajándékokat a rászoruló családoknak juttatják el a Karcagi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkatársai. A rendezvényen közreműködött Szepesi Tibor képviselő. Szintén december 5-én a Kazak Köztársaság függetlenségének évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségen Budapesten Kovács Szilvia alpolgármester képviselte az önkormányzatot. December 6-án Pánti Ildikó képviselő lakossági fórumot tartott a 8-as számú választókerületben. Jelen volt dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő és Kovács Szilvia alpolgármester. December 7-én rendezték meg a Szent Annai Sámuel középiskola és kollégium végzős diákjainak szalagolató ünnepségét a Bérné Kulturális Központban. A városvezetést Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselték a rendezvényen. Szintén december 7-én a Termelői Közösségek Napja konferencián az Agrárminisztériumban Kovács Szilvia alpolgármester vett részt városunk képviseletében. Szintén még december 7-én a Vöröskereszt Karcagi Szervezete ünnepséget rendezett a 90-szeres és a 100-szoros véradók részére a Nimród bioépteremben. A véradókat köszöntötte és ajándékokat adott át Dobos László polgármester. December 8-án adventi játszóházba várták a családokat a városi sportcsarnokba, ahol kézműves foglalkozásokkal, mézes kalácsütéssel, népi játszótéri foglalkozással, légvárral, műsorral és sok meglepetéssel készültek a Dérényi Kulturális Központ munkatársai. December 9-én advent második vasárnapján Kovács Sándor országgyűlési képviselő gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját a református nagy templom mögötti Székely kapunál.
A jelenlévőket Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye Esperese köszöntötte. Közreműködött a Karcagi Református Egyház községének kara. Ezt követően a református nagy templomban az Omega Oratórium 2 című koncertjét hallgatták meg az érdeklődők. A műsorban közreműködött a Kátrai Gábor Kórház Madison kórusa. Az ünnepi alkalmon jelen voltak Pánti Ildikó, Szepesi Tibor, Karcagi Nagy Zoltán, dr. Kanász Nagy László és Nagyné László Erzsébet képviselő. December 12-én a generáli csoport partnerei számára rendezett évvégi gála koncerten Budapesten, a Bazilikában Dobos László polgármester képviselte Karcag város önkormányzatát. Köszönöm szépen helyező úrnak a tájékoztatást. Tisztelt képviselőtestület, a naprendi pontok tárgyalása előtt köszönteni szeretném Kovács Zoltán tűzoltó zászlós urat és Barta Mihály tűzoltó főtörzsőmester urat, akiket dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója hősies helytállásukért elismerésben részesített. November 9-én egy tűzesetnél avatkoztak be a városban, a veszélyt elhárították, majd a tüzet eloltották és mentőt is hívtak, mert egy ott tartózkodó gyermek égési sérüléseket szenvedett. Hősies helytállásukért az önkormányzat nevében mindkettőjüknek szívből gratulálok, további munkájukhoz jó erőt, egészséget, kitartást kívánok. Kérem, legyek szívesek előre fáradni és egyenlő járvékot átadni. Képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem, a két ülés között eltelt időszakban december 1-én vettem ki szabadságot. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. András András képviselő, tessék parancsolni. Tisztelt közgyűlés, bocsánat. Tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők. Polgármester úr, azzal a kéréssel fordulni, a lakosság megkeresése, a lakosság kérdése igazából. A Széchenyi Sugár úton a TRV nagy felújításba, javításba kezdett, ami egyébként nagyon aktuális és esedékes is volt. Ugye ott a szennyvíz elvezető csatornán történnek munkálatok. Igazából mindenki arra kíváncsi, hogy ez mennyi ideig fog tartani, és tulajdonképpen mennyiben fog ez majd a későbbiekben javítani a szennyvíz elvezetésen, ugyanis ugye az utóbbi időben a franc... Elnézést kérek. Az utóbbi időben bizony elég sok probléma volt vele, szagos volt a elég sok környék, így örömmel fogadják ezt a felújítási munkát, de azért mindenki kíváncsi, hogy mikorra fejeződik be és milyen szintű lesz a megoldása. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, egy technikai meghibásodás történt, azt kellett kijavítani, remélem, hogy napokon belül megtörténik a helyreállítás. Azt már biztosan tudom, hogy rövidesen az árkot magát betemetik, és az aszfaltozás az később kerül sorra, hogy egy kicsit tudjon ülepedni. Remélem, hogy még egyszer mondom, hogy pár napon belül ezt a problémát sikerül elhárítani. Sajnálatos dolog, de hát ilyen előfordul, ezt viszont ki kell javítani, és dolgoztak rajta kőkeményen mindenféle időjárási körülmények között. Van-e további jelentkezés? Nagyné László Erzsébet képviselő, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselő hölgy, képviselő urak, jelenlévők, tisztelt televízió nézők.
Én ezúton is szeretném megköszönni Karcag város önkormányzatának, hogy a Kátai Gábor kórház körül és a kórház, illetve az kerítése határolt területen belül egy szabad területen sikerült megvalósítani azt a parkolási lehetőséget, ami a későbbiekben, és hát végül is november közepe óta már használható, mind a hozzátartozók, mind a hozzánk érkező betegek, mind a nálunk dolgozó szakorvosok, ápolók számára. Ahogy megkaptuk a hírt november közepén, hogy használatba vehető a parkoló, gyakorlatilag azóta nézem nap, mint nap 20-24 gépjármű parkol, és a felfestett területen a kórház utca felől is folyamatosan igénybe vannak véve a parkolóhelyek. Hozzáteszem, hogy mindig találok szabad parkolóhelyet, tehát biztos, hogy mennyiségileg is megfelelő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ez megvalósult. Nyilván májusban, mikor kint voltunk, ezt megbeszéltük polgármester úrral, alpolgármester úrral, de most már, hogy használhatják mindenkinek, úgy gondolom, hogy nagy öröme van benne. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen is örülünk, hogyha segítettünk, valóban komoly parkolási gondok merültek fel az utóbbi időben. Megnövekedett a gépkocsiknak a száma, elsősorban azzal közlekednek a kórház irányába a betegek, a hozzátartozók, és örülök, hogy sikerült kiszorítani a költségvetésből ezt a két tételt, amivel egyrészt a felfestést meg tudtuk oldani, másrészt pedig ezt a bizonyos területet zúzott kővel ellátva tudtunk biztosítani parkolóhelyet a kórház látogatók számára. Van-e további jelentkezés napi rendek előtt? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napi rendi pontok megtárgyalására. Első napi rendi pontunk javaslat a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetre. Tisztelt képviselőtestület, a szokásoknak megfelelően addig, amíg nincs elfogadott költségvetésünk, ezt a módszert alkalmazzuk. Korábbi években is ez történt. Vitára bocsátom a napi rendi pontot, kérdés, hozzászólás van. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Második napi rendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 számú rendelet módosítására. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van a kérdés, hozzászólás, vélemény. Karcagi Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni, bizottsági elnökként kértem is volna, hogy adjon számot. Igen, köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlők, tisztelt televíziónézők! Az Önkormányzat Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága mai ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, tehát a 2018-as évi költségvetés módosítását illetően. Ez a módosító javaslat összességében 792.099.261 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a képviselőtestület a költségvetési rendeletét negyed évente módosítja. Jelen javaslat az októberi módosítás óta eltelt időszakban ismerté vált előirányzat változtatásokat tartalmazza. A bevételi oldalon szeretném kiemelni, hogy kötelező feladatainkhoz működési célra összesen 53.437.046 forint működési támogatást kaptunk. Közfoglalkoztatásra ennek támogatására önkormányzati szinten 116.809.397 forint támogatás érkezett, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma 7.820.000 forint pályázati támogatást biztosított az intézményeknek. Felhalmozási célú támogatásként a milánói világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítéséhez kapott központi támogatás 554.050.000 forintos összegbe került beépítésre. Kiadási oldalon a beépített bevételek meghatározott feladatokra lebontása és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek meg intézményi és önkormányzati szinten. Intézményi körben önkormányzati támogatás elvonás
és többlettámogatás biztosítása történt meg. Így önkormányzatunk 2018-as évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegének finanszírozási műveleteket is tartalmazó módosított előirányzata 7 milliárd 793 157 249 forintra módosul. A bizottság megtárgyalta, támogatta, és a testületnek pedig elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen képviselő úr, a bizottsági elnök úrnak a szóbeli kiegészítését. Van-e további jelenkedés? Molnár Pál képviselő tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Feladata az ügyrendelési jogi bizottságnak is, hogy az ilyen jellegű javaslatokat megtárgyalja, a törvényességi felülvizsgálatot elvégezte, ez megtörtént jogászok bevonásával, a bizottság úgy találta, hogy minden rendben van, és a képviselőtestületnek egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. További jelenkezés. Szepesi Tibor képviselő, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fóruma is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Van-e további kérdés, észrevétel, vélemény? Én is elfogadásra javaslom. A napi rendi pontot tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás, 8 igen, 2 tartózkodás ellenében elfogadásra került a napi rendi pontunk. Köszönöm szépen. Harmadik napi rendünk. Javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 2019. évi munkatervére. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Ezt is azt kell mondjam, hogy a szokásoknak megfelelően meghíreltük, és nagyon-nagyon sok napirendi pont javaslat érkezett be. Javaslatként a munkatervhez kapcsolódóan ezt kötelező megalkotnunk, egyébként célszerű is, hogy tervszerűen tudjunk dolgozni a következő esztendőben. A mellékletben ezt tetszenek megtalálni a tervezetet. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb napirendi pont van ott a havi bontásban, mint amennyi lesz majd annak idején. De hát ez már így szokott lenni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás végül egyhangulva került elfogadásra. Negyedik napi rendi pontunk, ez is egy ilyen évvége idején előkerülő napi rend, javaslat a Karcagvárosi önkormányzatra vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. Köszöntöm belső ellenőreinket itt a tanácskozó teremben, ők is tervszerűen tervek alapján dolgoznak évről évre. Ezt a tervezetet tetszenek megtalálni ebben az anyagban. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Végignézve az anyagot, látható, hogy a költségvetési szervek között ott szerepel a Városgondnokság is, akinek a vizsgálata ebben a tervben is szerepel. Jó sok óra számot el kell majd a revizornak ott tölteni. De én mindenféleképpen szeretném azt kiemelni, igaz, hogy nem ez a mostani anyagnak a feladata, hogy ezt a revizori munkát kiemeljük, de mindenféleképpen szeretném azt megjegyezni, hogy a legtöbb intézményvezető, és jó magam is úgy veszük a revizorok munkáját, hogy a segítő jellegű így is végzik a munkájukat. Én örülök neki személy szerint, hogy az általam vezetett intézményt is ilyen nagy óraszámmal fogják visszaellenőrizni, mert a munkájuk a segítség, felhívják a figyelmet a problémákra, úgyhogy még különösebb szankció nincs ezzel kapcsolatosan. Én ezt ebben az évben is szeretném megköszönni, hogy ezt a munkát elvégezték, és a jóban jövőben is számítok a revizorok ilyen jellegű együttműködő munkájára. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Ez így van, tehát pontosan annak az a célja ezeknek a vizsgálatoknak, hogy még időben derüljenek ki olyan dolgok, ami változtatást igényel. Ez a közös érdekünk. Ez a lényeg ennek, ezeknek a vizsgálódásoknak, vizsgálatoknak. Van-e további jelenkezés ezzel kapcsolatosan? Én is köszönöm mindkét belső ellenőrünknek az éves munkáját, lesz feladat 19-ben is bőven sok erőt kívánok annak elvégzéséhez. Elfogadással javaslom a napi rendi pontot. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogatjuk. Köszönöm szépen. Ötödik napi rendi pontunk, javaslata a Karcagváros menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési szolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltató kiválasztására.
tisztelt jelenlévők, az önkormányzat több pályázatot írt ki ennek a szolgáltatásnak a végzésére. Sajnos nem érkezett jelenkező, így célszerűnek tartom a jelenlegi szolgáltatóval megkötni a szerződést a további időszakban, mert hát mégiscsak ezt a szolgáltatást végre kell hajtani, el kell végezni. Vitára bocsájtom napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 2020. december 31-ig javaslom a meghosszabbítást. Kényszerpályán vagyunk, nem igazán tudunk más csinálni. Támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. És ez már is kapcsolódik a következő napirendi pontunk, a 6-os. Javaslat a Karcagváros helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatás 2019. évi támogatására. Ahhoz, hogy veszteségmentesen tudja a cég ezt a szolgáltatást nyújtani, egy összeget meghatároztak számunkra, amit célszerű lenne támogatásként számunkra biztosítani. Ez pedig ilyen 14.260.000 forint. És javaslom is, hogy ezt a támogatást adjuk meg, hiszen így akkor remélhetőleg zavarmentes lesz ez a szolgáltatás településünkön. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Bizottság támogatta. Ami is támogatjuk, akkor jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 7. napirendi pontunk. Javaslat a Karcagváros önkormányzatának a belügyminisztérium által indított járási startmunka mintaprogram projekttervének benyújtása érdekében kötendő megállapodásra. Tisztelt jelenlévők, hogyha minden jól megy és ez a megállapodás megszületés, akkor közel 250 fő fog ebben a programban dolgozni. Van 3 fő program, úgy mint a mezőgazdasági programok, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, valamint a szociális jellegű program, aminek még 4 alprogramja is van természetesen, és a kötendő megállapodás alapján ezeket a dolgokat szeretnénk a következő esztendőben végrehajtani a közmunka program keretében, egészen röviden lefordítva. Remélem, hogy sikerrel járunk, sajnos a létszám egyre csökken, ami jó is tulajdonképpen, mert nagy valószínűséggel a gazdasági szférába el tudnak helyezkedni azok, akik már a közmunka program keretein túl jutottak. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévő hölgyeim és uraim. A 248 fővel kapcsolatosan összesen annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy ezt nem a város, nem a városgondosság határozta meg, mert ettől azért nagyobb létszám van, akit be lehetne vonni a közfoglalkoztatásba. Egyértelmű, hogy évről évre degresszió a mutatószáma, vagy degresszív a mutatószáma a közfoglalkoztatásnak, minden évben csökkenő, hogyha országos adatokat nézünk, tavaly még mintegy 300.000 volt a közfoglalkoztatásban a részvevők száma, ebben az évben már csak 150.000. Szerencsére Karcag esetében nem volt ekkora csökkenés, viszont a csökkenés itt is kimutatható, ugyanis 2018-ban 298 fő volt, és ezt a 248 főt központilag határozták meg, hogy maximum ebben a létszámban lehet közfoglalkoztatottat foglalkoztatni a startmunka program keretében. Természetesen ígéretet kaptunk még arra vonatkozólag, hogy lesz 2019 évben is úgynevezett hosszabb távú közfoglalkoztatást, ahol 30-50 fő foglalkoztatására, további 30-50 fő foglalkoztatására nyílik majd lehetőség. Természetesen, ha ez a pályázat is meg lesz hirdetve, ezzel is élni szeretnénk majd. Ami viszont jó a startmunkaprogramban ebben vagy 2019 évben is, hogy minimális önerő szükséges a program végrehajtásához, és jelen esetben ez a önkormányzat esetében bérrel, járulékkal, közvetlen költséggel összesen 400 millió forintos támogatás jelentene a önkormányzat számára. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen a kiegészítést! Van egy további észrevétel, vélemény. Javaslom, hogy támogassuk ezt az elképzelést is. Ha nincs jelentkezés, szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat támogattuk. Sok sikert kívánok igazgató úrnak program végrehajtáshoz. 8. napirendi pontunk, javaslat a Beton Gábor alapkezelő pályázaton való részvételre.
Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! A magyar lakta területekkel történő kapcsolattartással nyílik lehetőségünk, hogyha ebben a programban sikerrel szereplünk. Pályázni lehet egészen pontosan 500 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő összárig, és hát ez 100%-os visszanemtérítendő támogatás. Nyilvánvalóan a három magyar lakta testvére településünk programjaira szeretnénk ezt az összeget felhasználni, hogyha sikerrel járunk és nyerünk. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás, vélemény. Van-e Pánti Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! A legutóbbi bizottságülésen bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést. Természetesen, hogy mint lehetőség nagy örömmel fogadtuk, egyhangulag támogattuk, hiszen ez tovább erősítheti annak ellenére, hogy eddig is itt voltak a testvérvárosi delegációk ezen a legnagyobb városi rendezvényen, de ha ehhez még egy pályázati összeget is nyerhetünk, az meg még jobban jön, jól jön, tehát természetesen egyértelmű, és várjuk a visszajelzést, mert csupa kedvező feltételekkel indul. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiegészítést! Van-e további észrevétel? Mindenképpen célszerű támogatni, hiszen nagy erőket mozgatunk azért, hogy a Székely keresztül, Bácskos útvonal, illetve Szepsi testvértelepüléseinkkel minél szorosabb legyen a kapcsolatunk. Nyilvánvalóan egy kis anyagi támogatás ehhez nem árt, hogyha sikerül nyerni. Elfogadásra javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. 9. napi rendi pontunk. Javaslattal Kalca külterületre 011-26/1 helyvelő számú ingatlan Tőkés Sándorné részére történő haszonbérbe adásáról szóló 36/2016 KT számú határt módosítására. Tisztelt jelenlévők, egész pontosan a bérletidő meghosszabbításáról van szó. Régóta bérlik ezt a területet az önkormányzattól, és nagyon-nagyon rendes fizetők, úgyhogy nem látom akadályát annak, hogy tovább folytatódjon ez a történet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Támogassuk. Azt javaslom, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 10. napirendi pontunk, javaslat a 2019. évi bankszámla hitelszerződés megkötésére. Ez is egy visszatérő napirendi pont így évvége táján, ahhoz, hogy folyamatos és biztos legyen a gazdálkodás az önkormányzat. Célszerű egy ilyen szerződés megkötése, továbbra is azt javaslom, hogy 100 millió forint összegben történjen ez. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor szavazzunk. Név szerinti szavazás szükséges ez a napi rendi ponthoz. Kérem, hogy mindenki hangosan, egyértelműen jelezze a véleményét. Molnár Pál. Igen. Dr. Kanász Nagy László. Igen. Nagyné László Erzsébet. Igen. Gyurcsek János nincs jelen. Én igennel szavazok. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Szepesi Tibor. Igen. Pánti Ildikó. Lengyel János. Igen. Andrássy András. Igen. Dr. Kovács László. Igen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogattuk ezt a javaslatot, ez a biztonságunk érdekében történő lépés. 11. napirendi ponton érkeztünk. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 11-től 19-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyaljon a képviselőtestület. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem, a tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Akkor ennek megfelelően zárt ülést rendelek el, és csak azok maradjanak a tanácskozó teremben, akik a napirendi pont érint. Tisztelt képviselőtestület, a zárt ülést megtárgyalásának a végére értünk, a testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját.
20. napi rendi pontunk, javaslatok az, hogy erőforrás Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására, amint az anyagból kiderült, így tetszerek látni, hogy nagyon sok ingatlan került az a Kft-hez, és hát az mind költséggel jár, úgyhogy egy kis pénzzel mindenképpen kell majd támogatni, mert hogy ez a törvényes előírás is, úgyhogy én javasolnám, hogy támogassuk ezt az elképzelést, de vitára bocsájtom a napi rendet. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem látok jelentkezést? Szavazzunk? Igen, nem tartózkodás nélkül. Egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 21. napi rendi pontunk következik, ami egyben az utolsó is. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselő bizottsági tagok tanácsnak a 2019. évi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Tisztelt képviselőtestület a rendeletet 2014-ben, november 27-én fogadta el a képviselőtestület. A rendelet a hatályba lépése óta változatlan tartalommal van érvényben. A képviselőtestület a rendeletben foglalt tiszteletdíj és költségtérítés mértékén 2019. évben sem kíván változtatni. Ez egy tájékoztató. Nem kell előszabadni. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint a korábban említett okok miatt 2018. december 20-án csütörtökön 15 órai kezdetén ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek erre az ülésre napirendi ponti javaslata? Tehát még nem köszönünk el egymásról, találkozunk már az egy hétre. Megköszönöm a testületi tagoknak a megjelenést, aktivitását, a hivatal munkáját, az érdeklődést a lakosság részéről. Nagyon jó pihenés kívánva a mai ülést bezárom. Illetve mielőtt bezárnám, 13-a van, megkérem jegyző urat, hogy tájékoztasson bennünket. Már megmondja a szót is tőlem, tájékoztasson bennünket az előttünk lévő fontosabb események. December 11-én a Karcagi Szakképzési Centrum munkatársai a Centrumba című jótékonysági örömzenei koncertre várják az érdeklődőket a Léröni Kulturális Központban. Az est folyamán összegyűlt adományt a Kátai Gábor Kórház részére továbbítják a szervezők. December 15-én kerül sor a Dalma Denszkó évzáró gálástjére a Léröni Kulturális Központban. December 15-én és 16-án rendezi meg a Nagykongola kiállítást a Karcagi Valamitenyésztő Egyesület a Városi Sportcsarnokban. December 16-án, advent 3. vasárnapján a Lelkünk Mélyén című ünnepi műsorra várják az érdeklődőket a Léröni Kulturális Központban. Ünnepi köszöntőt mond, és a 3. adventi gyertyát meggyújtja a Pesti Csaba Baptista lelkész. A műsorban közreműködnek a Jokai úti óvoda óvodásai, a Nagykor Református Általános Iskola Csillagfény Kórusa, az Erkel Ferenc Alfokú Művészeti Iskola, Magánének Tanszaka és még sokan mások. December 18-án a Nektár Színház Diótörő című balett előadását láthatják a Déréné Kulturális Központban. Szintén december 18-án rendezi meg karácsony ünnepségét a Városi Diák Önkormányzat. December 19-én a Béletes Színház második előadásának ad helyet a Déréné Kulturális Központ. A színház kedvelők a Turai Ida Színház előadásában a Hippolyta Lakály című zenés végjátékot láthatják. December 21-én az Erkel Ferenc Alfokú Művészeti Iskola növendékei adnak karácsonyi hangversenyt a Déréné Kulturális Központban. December 23-án kerül sor a 4. adventi alkalomra a Szent István Király római katolikus templomban. Köszöntőt mond és az adventi koszorú 4. gyertyáját meggyújtja dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő. A karcagi római katolikus egyházközség nevében köszöntőt mond Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos. Az ünnepi műsorban fellép a Karcagváros Kamarakórus, a Karcag Vonós 4-es és a Karcagi Polgármester Hivatal Kórusa, a Mararász Imre Egyesített Obora, Kórózsa Kamarakórusa, valamint a Táncsis körülti Dagoboda Zöld Odó Tehetség műveinek óvodásai. 2019. január 13-án a református templomban emlékező istentisztelettel és a Kumpi Éta emlékműnél mécsesek gyújtásával tisztelgünk a Doni katasztrófa áldozatai előtt.
Január 22-én Karcagváros önkormányzata és a Délné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár városi ünnepséget rendez a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. Ezen az alkalmon adják át a Karcagváros kultúrájáért díjat, a Karcagváros sportjáért díjat. Ünnepi beszédet mond Széke István, az Infogroup ügyvezetője és a Karcagi Ipari Park Kft. Társtulajdonosa. A műsorban közreműködnek a Varidans társulat. Nos, akkor megköszönöm Jezi úrnak a tájékoztatót, és még egyszer megköszönöm a képviselő hölgyeknek, uraknak a megjelenést, az aktivitást, a részvételt, a hivatal munkáját, a mai testületülést bevárom, mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok.